Tegnap egy óriási lájkot dobott a Facebook részvényére a Standard & Poor's, hiszen a híresztelések szerint mind az S&P 500, mind pedig az S&P 100 indexbe be fognak kerülni a vállalat papírjai. December 20-ai záró nap után válik teljesen publikussá az, hogy mekkora súlyban tartalmazzák majd ezek az indexek a Facebookot. Sajnos előre számolni nem tudunk, hiszen nem csak ez az egy papír, ami bekerült, illetve a kikerülő papírok esetében is lényegesen többről van szó, mint az eddigiekben, így az index követő ETF alapokkal egyelőre nem tudunk számolni. Minden esetre 4%-ot emelkedett a papír, és véleményünk szerint még a következő napokban folytatódhat ez az emelkedés. Megérkezett a végleges szám a Hilton szállodalánc IPO árával kapcsolatban is. Úgy néz ki, hogy ezen túl 20 dollárért eltölthetünk egy éjszakát Paris Hiltonnal. A kereskedés a mai napon indul meg, vélhetően itt is nagy lesz a forgalom, illetve emelkedéssel nyithat a papír. A hazai piacon mai napon kötvényaukciót tartanak, erre érdemes figyelni, valamint a svájci frank vonatkozásában mai napon svájci kamatdöntő ülésre kerül sor, ahol nagy elmozdulást nem várunk az alapkamat tekintetében, azonban érdekes lesz a jegybanki kommentárokra figyelni. Fontos emellett még, hogy a délután folyamán a heti és friss munkanélküli segélykérelmek számát publikálja az Amerikai Statisztikai Hivatal, ami a jövő heti Fed kamatdöntés miatt óriási jelentőséggel fog bírni.